2016-17-es évad utolsó fordulója során a kisköröst fogadta Márton Zsolt együttese a csapat idei utolsó mérkőzésén. A Petőfi városi alakulat egy héttel korábban 1-0-ra győzte le a bajnokságban a Kalocsa előtt álló Lajos Mizsét, így az előrébb lépés, valamint a jó szezonzárás szempontjából szinte kötelező volt a siker. Egy keresztbe lőtt labdát követően azonban az ellenfél szerzett előbb gólt, amivel már az első 10 percben született egy találat. 20 perccel később érkezett azonban a KFC egyenlítése Doscica Dániel jó voltából, akinek a 16-oson belül húzták el a lábát, így a Kalocsa egy büntetőből hozta egára a mérkőzést. A második játék részben ismét Doscica Dániel került reflektorfénybe egy óriási 16-oson kívüli bombával, aminek köszönhetően a KFC megfordította a találkozót, illetve egyúttal beállította a végeredményt. A Kalocsa ennek a győzelemnek köszönhetően egy helyet javított a bajnoki tabellán, és egy ponttal a Lajos Mizsa előtt a 11. pozícióban zárta a szezont. Meg tudtuk fordítani a mérkőzést, igaz, rengeteg energiát kellett hozzá megmozgatni, mert nagyon jó körösre találtuk magunkat szembe, és én a meccsőt azt mondtam, hogy legfőképpen saját magunk ellenfelé lehetünk ezen a mérkőzésen, és be is igazolódott, mert hetek óta most már ugye múlt héten nem játszottunk, nem edzettünk, le van ülve teljesen a társaság erőbe is, le van ülve fejbe is. Nagyon nehéz volt ez a szezon, és tényleg nagyon vártuk, hogy már vége legyen. Szerencsére meg tudtuk nyerni ezt az utolsó mérkőzést, és gratulálok a csapatnak. Márton Zsolt hozzátette, hogy már várták a nyári pihenőt, hiszen a szezon során rengeteg problémájuk és egyben sérültjük volt, ami nagyban rányomta a bélyegét a csapat idei teljesítményére. Megpróbálunk azon dolgozni, hogy együtt tartsuk a társaságot, és remélem, hogy ez sikerülni is fog. Jó volna erősíteni 2-3 poszton, mert nagyon kevesen vagyunk, még egyszer nem vághatunk neki a bajnokságnak. Hát összefoglalva ez lesz a mostani nyárnak a célja, és majd elkezdjük az alapozást, és remélem, hogy jó alapozással, sérülésmentesen el tudjuk kezdeni, és végig tudjuk csinálni az alapozást, és akkor egy kicsivel jobb helyen fogunk végezni, én úgy gondolom, mert ebből a csapatban sokkal több van. A nyár ugyanakkor nem csupán a pihenés, valamint a következő idényre való felkészülés jegyében, hanem egyúttal a játékos állomány megtartása, illetve bővítése szempontjából is fontos lesz a klub számára. A vezetőség célja egyértelműen, itt a vezetőedzővel is egyeztettek a héten. Zsolti azt kérte, hogy a vezetőség tartson meg mindenkit. Úgyhogy remélem, hogy egyben marad a csapat, és még egyszer mondom, egy jó felkészülésre, komolyabb célokért tudunk küzdeni a következő szezonban. A Márton Zsolttal, valamint Kohány Gáborral készült teljes riportokat június 8-án csütörtökön 19:00-kor kezdődő sportmagazinunkban láthatják.